Krisztus király vasárnapján tartották a hagyományos, nagyszabású Cecília hangversenyt Vácon. A székesegyházi kórusiskola Acsainé Dávid Ágnes és Nick Andrea karvezető tanárok intésére Kodály és Bárdos műveket énekelt. A székesegyház Szent Cecília kórusa pedig Varga László karnagy vezényletével Haydn, Frank és Charpentier darabjait szólaltatta meg. Hallgassunk bele ízelítőül a koncert örvendező légkörébe. Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt megyés püspök tartotta. Krisztus él, ma is él, most is él, bennünk is, közöttünk is élni szeretne. És hogyha engedjük, akkor életünknek a királya lesz. Mert a mi bensőnk, a mi énünk, a mi személyiségünk igazi vezér után kiált, igazi király után kiált, szükségünk van arra, aki vezet bennünket. A kérdés, hogy ki vagy mi vezet bennünket. E világi hatalmak, erők, befolyások, pénz, hatalom, vagy a saját önzésünk a világ királya? Igen, mondhatnánk, hogy sok minden csábít bennünket, és bizony, vannak, akik elmondhatják, hogy sok mindenben csalódtak már. Földi tekintélyben, barátságban, szerelemben, politikában, humanizmusban. Krisztusban soha nem lehet csalódni. Ő igazi vezére, királya lehet a mi énünknek. Hol vagy, király? Kérdezhetnénk most tőle. És ő megadja a választ, veletek vagyok minden nap a világ végéig. Megígéri Jézus, hogy így lesz. Ha elfogadjuk őt, akkor velünk van. Akkor is, ha nem vesszük észre, velünk van a hétköznapjainkban is, nem csak az ünnepiekben. Ha befogadjuk a hétköznapjainkba, a Cecília hangversenyen a kórusok és a szimfonikus zenekar mellett ének, orgona és más hangszeres művészek is részt vettek. Az ünnepség zenei anyagát az idei évben az eukarisztikus kongresszusra való készület jegyében állították össze.